Az ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Az elmúlt évtizedekben a világ nagy része békében élt. Az orosz háború azonban szétszúzte ezt az idilli állapotot. A hidegháború alatt John F. Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke számtalan alkalommal állt ki a béke mellett. De vajon hol maradna ma ez a kiállás Washington részéről? Miért számít ma szitok szónak, ha valaki békét emleget az orosz háború kapcsán? Ez itt a kérdés. Kezdjük. Érkezik hozzánk Fekete Rajmund történész, aki szerint az antikommunista JFK volt az USA első modern elnök, akinek szakmai karrierjével párhuzamosan és tudatosan építették a médiában kialakítandó képét is. A legjobbak és legokosabbak is tévedhetnek. Ezt már Csizmazia Gábor, a Közszolgálati Egyetem kutatója mondja. Velünk lesz Magyarics Tamás egyetemi tanára, aki szerint a hidegháború békéje nagy részben a nukleáris stabilitáson, JFK elnökségének évtizedében a kölcsönösen biztosított megsemmisítés doktrínáján alapult. Egy nem korlátozott nukleáris háború tétje ugyanez lenne napjainkban is. És csatlakozik hozzánk erdélyi rezső Krisztián Amerika szakértő, aki úgy véli, Amerika a saját elveinek fogja, így nem engedheti meg magának, hogy elforduljon a világtól. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Mai beszélgetésünk apropója egy könyv, Fekete Rajmond, az amerikai álom vége, John F. Kennedy. Gratulálok a könyvhez, Rajmund. Uh, és ugye Kennedyvel kapcsolatban azért mindenkinek elsősorban Dallas jut eszébe. Uh, de, de mi Ennél, hogy hasonlóan legalább ennyire fontos dolgokról fogunk beszélni, ugye disney uh, kubai válság megoldása, Pax Americana kitejesítése. Valóban ez az időszak volt az, amikor uh, az Egyesült Államok első igazán modern elnöke megalkotta az úgynevezett Pax Americana rendszerét? Rajmund, kezdjük veled. Jó estét kívánok. Főosztott számos olyan témát, amiről lehetne akár beszélni. Dallas akár a Kennedy külpolitika, azt azért látnunk kell, hogy a hidegháborúban az amerikai külpolitika az nagyjából úgy gondolom, hogy egységes volt, tehát nyilván volt a kisebb-nagyobb hangsúly benne, de egységes volt, ez mi volt ez az antikommunizmusuk. És azt lehet mondani, hogy talán azért beszélünk 60 év távlatából is Kennedyről ilyen mítosz, legenda szinten, mert hogy mindig azért szeretünk visszanyúlni a régmúltba. Szeretünk visszanyúlni a legendákhoz, olyan, olyan mitikus alakokhoz, akik, akik valahol feljebb, vittek, feljebb tettek minket a polcra, akik erőt sugároztak magukból. És hát szomorú, de azt láthatjuk, hogy talán Kennedy volt az egyik ilyen utolsó. De én az édet ennél mindenképpen Ronád régent is, mégiscsak. Egy markáns politikusa volt a, az Amerikai Egyesült Államoknak, hm. és e, tehát azt mondhatnánk, hogy hogy Kennedy volt az első olyan modern elnök, és erre Tamás is utalt a múlt heti mutatónkon, hogy az első olyan modern elnök az Egyesült Államokban, akit megcsináltak. Hát de volt alap. Volt azért alap. második világháborús hős, a Kennedy család azért Sőt, menjünk, ott volt. Sőt, menjünk talán még visszább, hiszen azt mondhatjuk, hogy a Kennedy család, az hogy az 1848-49-es burgonya -vészt követően elhagyják Írországot és az egyesült államokban telepednek le. Rendkívül szegény sorsú család volt, de mégis évről évre generáció generációra egyre jut, meg magasabb magasabbra a a társadalmi ranglétrán, egy olyan városban Bostonban, ami azért számkivetettként kezelte az az íreket, az ír katolikusokat, és azáltal, hogy az édesapja Hatalmas vagyonra tett szert, egy olyan vagyonra, ami utána már nem ahol kell. Az azon... első nem kell Igen, ahol az első milliót nem kell megkérdezni. Igen, az első milliót nem kell megkérdezni, tulajdonképpen. De sőt, ez olyan szinten megvolt, hogy 57-ben a Fortune magazin lehozott egy cikket, ami szerint a képzeletbeli ranglista 12. helyére tették kennedy -t. A vagyonát egy ilyen 2 és 400 millió dollárra tették. Az első ilyen Getty át, akinek a neve ez a Getty Images fűződik többek között, neki a 800 millió dollárra tették a vagyonát, és megkérdezte otthon a Kennedy felesége, hogy hát honnan van ez a pénz? Hát nem is mondhat, hogy ilyen gazdagok vagyunk? És akkor erre rávágta a Kennedy, hogy mert én se tudtam róla. Tehát látjuk, hogy ö, igazából egy olyan vagyonuk volt, ami, ami miatt nem kellett nekik azon gondolkozni, hogy hogy euh, miből lesz nekik a betevő, és az édesapjuknak ez egy határozott, kifejezett euh, kérése volt, sőt nem, hogy kérés, ilyen kvázi utasítás, hogy a politika irányába kell nekik elmozdulniuk a, fiúta, a család fiú tagjai, és mint egy királyi családnál egyfajta öröklési rend volt, tehát először ugye a John F. Kennedy bátyja volt az, akit euh, politikusnak szántak, de miután ő meghalt a második világháborúban, így lépett a helyére John F. Kennedy, aki azért kezdetben euh, hát kétséges volt, hogy be tudja ezt az álmot, ezt az űrt be tudja egyáltalán tölteni. De hát ő volt az első modern elnök, aki egyébként megfelelő tudással, flexibilitással rendelkezett ahhoz, hogy abban a kőkemény korszakban képes legyen egyfajta hát olyan egyensúlyi politikát folytatni, amelynek következtében az akkor nagy számban rendelkezésre álló atomtöltetek ne induljanak el. Tom. Igen, kennedy Kennedynek nagyon jó volt a felkészültsége a hátter ilyen szempontból, tehát ő egyrészt elég sokat utazott Németországtól kezdve sok minden helyen volt, az édesapja a londai nagykövet volt, nem valami sikeres, de londai nagykövet volt képviselő, szenátor tehát az ő politikai mondjuk háttere nagyon stabil volt és hát valóban ő az amerikai demokrata oldalon a nagy ígéret volt, és nem csak a demokrat oldalon, hanem egyáltalán is ez egy nagyon fontos dolog az egy egész első támoknak a Történetében az amerikai álomnak egyfajta beteljesítője volt, hiszen fiatal, jóképű, felkészült, és nem csak ő, hanem akikkel körülvette magát. Tehát a legjobbak és a legokosabbak, bár erről David Herböstem egy könyvet írt, hogy a legokosabbak és a legbölcsebbek hogyan rontották el Vietnámot, és hát egy híres megjegyzése volt szemrébőlnek az akkori képviseli az elnökének, amikor megnézte ezt a kabinetet, hogy hát jobban örült volna, hogy legalább egyikük indult volna a serif pozícióért valami kis városba, mert lehet, hogy nagyon okosak, de az nem biztos, hogy ez nagyon jó gyakorlati politikusok is lesznek. És valóban ez volt gyakorlatilag az egyik nagy hátránya a Kennedy elnökségnek, hogy elméletek nagyon jó felkészült emberek voltak, viszont hát többek között mondjuk, hogy csak Vietnámot említjük, ott nem biztos hogy a legjobb döntéseket hozták. Ugye akkor viszont más esetekben a Kuba jövőválságnál a jó döntések Hoztak, emlegetik még nagyon sokszor Kendivel kapcsolatban a disznőbőlbeli válságot, illetve a kudarcot, de tulajdonképpen ő megörökölte ezt az egész ügyet, hiszen ez áprilisban volt, ő január 20-án lett elnök, tehát két hónap alatt nem, nem tudott változtatni a dolgokon. Egyesült Államoknak a külpolitikája, a biztonságpolitikája kicsit olyan, mint egy nagy tankerhajó, nem lehet nagyon drámai módon forgatni a kormánykereket, tehát nagyon óvatosan lehet jobbra-balra egy kicsit igazítani. Két hónap alatt nem lehetett igazítani ezen, és belefutott ebbe a dologba. Ez magyarázza, esetleg azt, hogy esetleg más kérdésekbe sokkal keményebben lépett föl, mint ahogy elvárták tőle. Próbáljunk meg párhuzamot keresni a 60-as évek. Hát ugye pont 60 éve történt a dolog. A 60-as évek és, és a jelen között. Ugye Tamás azt mondta, hogy, hogy a, az Egyesült Államok külpolitikája olyan, mint egy tanker, nehezen fordul. Mi változott? És nem is feltétlenül Kennedy óta, mert nem említette régen elnököt, aki az utolsó nagyformátum elnök volt, régen elnök óta mi változott az Egyesült Államok külpolitikájában, Krisztián, szerinted? Hát alapvetően ugye egy teljesen más hozzáállású, egy teljesen más beállítottságú ország volt akkor, mint volt most. Ugye nagyon sokan és teljes joggal úgy tekintettek az Egyesült Államokra, mint a, a szabadság földjére. És ma ehhez képest azt látjuk belpolitikában, hogy sokkal kevésbé Tűnik, legalábbis Innen Európából nézve a, a szabadság földjének, hiszen olyan a, intézkedések és olyan politikai áramlatok a, kezdenek el kialakulni, amelyek a, igen doktrinális és, és ideológikus a, elképzelések mentén körvonalazódnak. Bár tegyük hozzá, hogy vannak olyanok, akik még ma is azt mondják, hogy a a, liberális szólásszabadság az, az nem elég erős. Ugye néhány nappal ezelőtti hír, hogy Alexander Soros átvette az édesapjának a birodalmát, és ő mondta azt, hogy a Wall Street Journal megjelent írásban, hogy még mindig az amerikai egyetemeken, az amerikai kampuszokon a, a beszéd az, az, nem eléggé széleskörű, nem eléggé a szabad beszéd, az ő általa értelmezett szabad beszéd, az nem elég széleskörű. Hát azért az elmúlt évek republikánus politikája sok tekintetben arról szól, hogy már így is túlságosan a nagy vadhajtásokról beszélnek, például az, az egyetemi életben. De nyilván a külpolitikában is teljesen más volt a helyzet, hiszen megkérdőjelezhetetlen volt az Egyesült Államok a világ elsősége, a tekintetben, nyilván szemben álltak a Szovjetunióval, de Egyértelmű volt, hogy vannak ők ketten is. Ma ehhez képest feltörnek többen Kína, India, Brazília, de egyik őjük sem olyan erős, hogy, hogy felvehesse a versenyt az Egyesült Államokkal. Tehát megváltozott a külpolitikai helyzet, megváltozott a belpolitikai helyzet, és szóba került az egyébként, ami nagyon fontos, hogy Kennedy volt az első olyan elnök, aki a tévét azt úgy használta, a televíziót úgy használta, ahogy azt egy profi politikusnak használnia kell. Ezután volt ugye egy szintlépés sok-sok évtized után, amikor a social médiát kezdték el úgy használni a politikusok, nem csak az Egyesült Államokban, de, de a világon mindenhol, ahogy azt használni kell, de, de teljesen átalakult az az emberkép, az az ember típus, ami erről az amerikaiak azt gondolják, hogy ő elnöknek való. Hát ugye ismerjük talán azt a, a klasszikus viccet, amikor bemegy a, az ember a, a, a kampánytanácsadókhoz, és azt mondja, hogy ő, ő, elnök szeretne lenni, és azt mondja neki a kampánytanácsadó, hogy hát ne vicceljen már, hát ezzel a kinézettel, ezzel a fizimiskával, hát hogy akar maga elnök lenni, hát egyszerűen eladhatatlan a közösségi mérében, és különben is hogy hívják magát, és ez Abraham Lincoln. Tehát, hogy teljesen más követelmények vannak, teljesen más követelményeknek kell megfelelni egy olyan embernek, aki, aki ma elnök akar lenni. Gábor, szerinted? Az elnökség megítélése is változott. Tehát Kennedy alatt, John Fitzgerald Kennedynek is azért voltak botrány, hogy ezt tudjuk, főleg nő ügyek. Viszont, hát ember volt. Hát igen, igen. Hát, a Bill Clintonnak volt. is voltak Valóban, ügyek. meg hát más elnököknek is, tehát ebből a szempontból, ha úgy teszik, nem ló ki a sorból, de ugye az elnökségnek akkor még volt egy, egy renoméja ilyen tekintetben. Az eltűnt most? Már? Ö, Ugye főleg a Nixon adminisztrációhoz vagy a Nixon elnök meg a volt egyéb botrányhoz lehetne kötni azt, hogy az elnökségnek milyen általában a megítélés Amerikában, de Vietnámot is ide lehetne hozni. Gyakorlatilag azt lehet észrevenni az elmúlt években, és malapság manapság egyébként már a Trump elnöksége alatt is, hát az old, de szerintem a Biden elnökség alatt is érezhető, hogy egyszerűen nincs akkora tisztelet általában az amerikai elnöki hivatallal szemben, meg a Fehérházzal szemben, ugye a közvéleményben, mint ami mondjuk ott esetben mondjuk egy Eisenhower elnökség, vagy akár egy Kenedi elnökség alatt volt. Tehát ez is, ez is egy változás ilyen tekintetben az elmúlt években, ami kapcsolódik egyébként a belpolitikai hangulathoz, és, és gyakorlatilag a társadalmi változásokhoz az elmúlt évtizedek során. Tehát ez mindenképpen egy más helyzetet tud, vagy más helyzetet hozott létre, mint ami mondjuk 60 évvel ezelőtt volt. Talán még azt is hozzá lehetne tenni ehhez, hogy a, Ö, hogy már az elnökségről beszélünk, hogy az elnöki ö, karakter, vagy a karakterjegyek azok mennyire fontosak mondjuk, manapság, mint mondjuk hogy a Kennedy elnökséget, ez nagyon fontos volt szerintem ez a vicc, amit említettél, tehát azt, hogy ö, melyek azok a kvalitások, amelyek egy elnököt alkalmassá tesznek. Csak egy konkrét példát mondok, ugye most ugye 2020-as elnökválasztás alatt Persze többféle elemzés létezik, hogy most akkor miért, akkor hogy hogyan veszített, mondjuk ugye Donald Trump ugye, Joe biden szemben, de az egyik visszatérő érv, és ez most is már előkerül egyébként a főleg a republikánus elemzők oldalán, hogy tulajdonképpen az volt a legnagyobb előnye mondjuk Joe Bidennek, hogy ő nem Donald Trump. Tehát, hogy nyilván neki is vannak ügyei, nyilván ő, az ő adminisztráció is követel szakpolitikai hibákat, ebből a szempontból nem rendkívüli helyzetről beszélünk, viszont a, a az, hogy adott esetben mennyire szeretnének visszatérni az Amerikai az úgynevezett normalitáshoz. Tehát az, hogy ne kelljen minden nap állandóan breaking news, meg állandóan valamilyen botrányról, vért vagy valós botrányról beszélni. Igen komoly igen van erre az amerikai társadalomban, és ebből az empontból nyilván az idő megszépíti az emlékeket. De nem csak a, a média nyomja más... azokat a botrányokat, amik egyébként Joe Biden környékén is hát, megjelentek. Ez az, tehát a, ugye kezdtem Kennedynek itt a nőgyeivel, mert azért, azért annak ilyen a sajtónak a... a, 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 a Kooperációhoz vagy hozzáállása is azért szükséges volt, hogy ezekből ne legyenek olyan hatalmas visszhangot generáló ügyek. Meg nyilván ugye a Kennedy a Camelotti, vagy ott esetben a, Kennedy imást az jelentős mértékben valóban nem csak meg kellett csinálni 1960-ra, vagy választásokra, hanem gyakorlatilag azért azt követő évtizedekben is igen sokat kellett tenni azért, hogy ez az image fennmaradjon. Én bocsánat, én annyival kiegészíteném talán itt hallgatva ugye a hozzászólásokat, hogy miben különbözik, miben hasonlítható össze, mondjuk egy 60 évvel ezelőttihez, Abba igaza van Gábornak teljes mértékben, hogy azért a Kennedynek voltak nőügyei. Egészségügyi problémái voltak, amiket nagyon nagyon szépen és ügyesen, ö, hogy is mondjam, háttérbe szorítottak és próbálták amennyire csak lehet ezeket tompítani és a sajtó felé semmit kiadni, de volt egy óriási különbség, és ez pedig a média természete. Ö, egy, fehér, egy volt fehérházi tudósítót megkérdeztek, egy hölgyet, aki az első női fehérházi tudósító volt a Kennedy elnökség alatt, megkérdezték tőle, hogy tudtak-e arról, hogy John F. Kennedynek nő viszonyai vannak, milyen nőkkel van, kikkel van viszonyban, stb. És a hölgy rávágja, hogy hát persze, nekem is udvarolt. És akkor hát a riporter ledöbben és megkérdezi, hogy hát, hogy akkor hogy, hogy nem lett belőle eljárás, vagy hogy, hogy, nem, nem lebegtette meg ezt a sajtó, és azt mondta, hogy akkor a sajtónak volt egy szabálya, hálószobatitkokról nem beszélünk, csak az ilyen legelvetemültebb ilyen grassroot orgánumok voltak, amik felhozták, de azokat a sajtó egy az egybe, tehát a mainstream média nem foglalkozott. És azt mondták, hogy elnöki magánügy, Hálószobatitkokat nem teregetünk ki róla, csak abban az esetben foglalkoznak vele, ha úgy érzik, hogy ez befolyással lehet arra, hogy az ő elnöki tevékenységre tulajdonképpen. És ugye itt felhozódott ugye a, a Clinton-botrány, addigra ez már teljesen, ez az egész átfordult egy teljesen más sztoriba. Megszűnt a Gentleman Like? Meg, megszűnt, ez a, megszűnt ez a fajta választóvonal, választófal, de hogyha még hasonlóságokat akarunk keresni, vagy ilyen összefüggéseket, azért 60 évvel ezelőtt volt az, hogy ugye Herbert Markus meghirdette programját ugye a Berkeley Egyetemen, ugye ezt Tamás nagyon jól úgy fogalmazott, hogy a németek bosszúja az amerikaiak ellen, amiért ugye a világháborúban veszítettek, és látjuk, hogy 60 évvel később ez hova fejlődött, amit látunk, amire ugye a Krisztiáni tutat is, hogy az a fajta hívjuk úgy identitás szocializmus, ami eluralkodott a, a közéletben, a demokrata párton belül, az egyetemi világban, az egyetemi életben, ami szerintem óriási veszélyt jelent. Változott? A... persze, hogy változott, de, de, ez az oka annak, hogy a demokrata pártnak, amely, amely alapvetően egy antikommunista és, és azért e, e, és konzervatív liberális jegyeket hordozó párt volt, e, az gyakorlatilag egy ilyen e, neomarxista feelinget vett magára? Ez nem most kezdődött valóban, a már 80 as években Ellen és mások írtak arról, hogy az amerikai jelme vagy az, az észbe záródása, amikor, amikor a mítoszokat megködélezték, amikor elkezdték ártani az amerikai történelmet. Egyszerűen a, a demokrata pártnak a támogató rétege úgy ástruktúrálódott, hogy, hogy bizonyos mértékben fogjul eltette őket ez a fajta hát, Ja, amit ők progresszívnak neveznek, eh, hát nem biztos, hogy én aminek nevezném, eh, de hát ez a, a pártbalódala, tehát Igen. a Bernie Sanders és a, a Alexander Ocasio-Cortez. Hát a kommunisztikus eleket hirdetnek gyakorlatilag. Eh, Ilhan Omar. Igen. Igen. És, és hát ők gyakorlatilag egy olyan agendát erő, erőltetnek rá a Demokrata Pártra, aminek nem nagyon látjuk a végét. Tehát, hogy a hatalmas évekre visszamenjünk, akkor volt egyfajta a nemzeti minimuma. Nagyon jellemző különben a 60-as elnök választás, amikor Nixon kb. 110 ezer kapott ki, úgyhogy két-három helyen eléggé megkődelezhető módon nyert Kennedy halottak, és egyéb szavazatoknak hát a segítségével. Állott, egészen egészen általánosan vált. vált. Igen, ártossá vált, de akkor, amikor Nixonnak mondták, és ő pedig ő volt a tükkösdik, a trikidik, hogy, hogy hát valamit itt lehetne csinálni, azt mondta, hogy ő nem akarja azt, hogy az amerikai társadalom ketté szakadjon emiatt a vita miatt, és egyszerűen elengedte az ügyet, annak ennél hogy elképzelhető, hogy, hogy megérte volna az elnökválasztásot, hogyha a bíróságra viszi a az akkori dolgokat. Na most ez a minimum tűnt el, és hogy visszatérjek az egy kérdésre, ilyen eléggé kacskeringos muton. A demokrata párt és ez a balóda, amelyik 68-as nemzetékből nőtt ki, az ügynevezett identitáspolitikát erőlteti. Tehát most már nem amerikai álom van, azt hiszem, hogy Martin Luther King már nem nagyon számítana a fekete mozgalomba. A fekete mozgalomban George Floyd a hős, aki egy, -egy bűnöző gyakorlatilag. Jó, hát nagyon sajnáljuk, hogy így halt meg, de akkor is azért nem egy Marterű teking, És most már nem amerikai állom van, hanem többek között van az amerikánó állam, és kül különböző csoportoknak van a saját álma. És ez az, ami nagyon nagy mértékben megkülönböztette az első támokat a 50 évvel ezelőtti Egyesült Államoktól, mert volt egy nemzeti minimum, és egy pillanatra visszatérhetnék arról, hogy most milyen a megítélés. A, a hatas évekén az elnököknek, illetve a kongresszusnak, a politikusoknak a megítélése nagyon jó volt, 70-80 százalék itt nekik. Most kb. ugyanilyen nem hisznek nekik. Tehát olyan mértékben erodálódott a hitelessége a politikusoknak, a politikai elitnek, ami, hogy most a jelenlegi helyzetet nézzük, ez egyszerűen az amerikai társadalmat gyakorlatilag szét fogja robbantani előbb-utóbb, hogyha nem történik valamilyen változás drámai mértékben. Mennyiben változott az elmúlt 60 év alatt a kontinentális békéhez való viszony? És ez nagyon fontos, pont különösen most a, a, az orosz háború fényében. Tehát amikor azt látjuk, hogy a héják azok, akik megmondják, hogy mi legyen, és gyakorlatilag az Észak-Atlanti térségnek, az államainak a 90%-a az teljes egészében beáll ebbe a sorba. Abban a korszakban ugye ott volt a rakétaválság, a kubai rakétaválság. Hihetetlen, és még nem arcvestés nélkül sikerült úgy kiszállni a mindkét nagyhatalomnak, hogy megőrizzék az úgynevezett világbékét, miközben a saját kis proxy háborújukat játszották minden szert a világon. Tehát ugyanúgy megvoltak. Most viszont azt látjuk, hogy, hogy az, az orosz-ukrán konfliktus az gyakorlatilag a békének a lehetőségét sem veti fel adott esetben a nyugati mainstream részéről. Tehát egyfajta háborús úszítás zajlik. Igen, tehát ami, ami, igazából itt talán kiemelendő, az ugye ez, a, amit a tanárról is említett, ugye ez a legokosabbak és, és ugye a legjobbak és legokosabbak, ugye hammerstone ez a pejolati megedés meg a 70-es évek elérő. Ugye a, a Kennedy imázsnak, és mindjárt, hogy hogy jutunk ide, a Kennedy imázsnak a a részét az képezte, hogy pont a kubai rakétaválság alatt például képesek voltak, úgy tetszik, egy ilyen harmadik utas meg és ezért uh, kicsit uh, ugye, furcsa uh, azt látod, hogy a harmadik megoldást hozni, tehát hogy nem a bevett forgatókönyveket uh, követték, uh, ugye külön jelenzések készültek arról, hogy nem a bürokráciára, meg az, az administratív megoldásokra támaszkodtak, amit a különböző apparátusok, tehát a Pentagon, vagy ott esetben uh, a, a légierő uh, vezetése, vagy bárki gyakorlatilag tanácsolt nekik, meg nem is a, uh, a korábbi úgymond, uh, uh, hát a uh, masszív megtorlás vagy a, a, a atomháború felé sodródó forgatókönyveket használták, hanem megpróbáltak valamiféle köztes utat megválasztani, és ugye ez lett ugye a blokád. Ugye egy karanténnak neveztek egy kicsit eufemisztikusan. Na most a koncepció lényege az az volt, hogy ugye ezt a leg bölcsebbek és legokosabbak, a legjobbak és legtehetségesebbek, a legbölcsebbeknek a közössége hozta létre, a legkiváló kül- és biztonságpolitikai tanácsadók. Ez részben igaz, de ugyanakkor, ha megnézzük ugyanezt a társaságot, tehát itt Robert McNamara-t lehetne kiemelni, de másokat is egyébként ebből a csoportból, ha megnézzük ugyanezt a társaságot, akkor ugye ők egy része az átmenekült a Johnson adminisztrációba, és igen komoly szerepet váltak abban, hogy a 60-as években, ezekhez a ugye a vietnámi háborúban egyre nagyobb mértékben részt lett az Egyesült Államok, már Kennedy alatt is, Sok ugye, egy több tanácsadót. Hát sőt, hát abból a szempontból az ugye még durvább volt, hogy 1968 végre eljutottak odáig, hogy gyakorlatilag félmillió amerikai katona volt ugye, uh, Vietnámban, és ugye kb. 50 ezer amerikai katona vesztette életét, és majdnem 3 millió ember ugye általában te Tehát te most azt mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag uh, uh, Ugyan azt mondjuk, hogy proxi háború, de fél proxi háborúnak. Tekinthetjük, hiszen ott az Egyesült Államok ö, ö, harcolt gyakorlatilag ö, Vietnámmal és a Vietnám mögött álló Oroszországgal. I igen. Ö, mint ahogy most. Oroszország harcol Ukrajnával, és az Ukrajna mögött álló. Hát abban a szempontból a Vietnám rossz volt, hogy katonát is küldtek, tehát nem csak konkrétan a fegyvert, meg pénzügyi támogatást, de minél igazából szeretnénk kifuttatni ezt az, az hogy én maguk a döntéshozók, illetve a tanácsadók, akik a háttérben voltak, ugye ne nagyon nehéz megítélni itt a tényleg a legjobbak és legbölcsebbeknek a szerepét, mert hogy uh, ugye jó, meg rossz tanácsokat is adtak, és ez a történelem igazolta. Tehát miközben ugyanez a csapat uh, gyakorlatilag ugye a vietnámi háború eszkalációját, illetve az egyre durvább, ugye du eh, 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 hogy eredményezte ugye a 60-as évek végére, közben ugyanez a csapat pedig ugye a ö, nukleáris ö, ö, fegyverek ö, vagy a leszerelés, például a fegyverkorlátozásoknak a rendszerében igen komoly szerepet vállalt, hogy gyakorlatilag eljutottak az adatokat. Nyilván megpróbálták elkerülni a globális eszkalációt. Mert így van. Mert kezdve ö... mindenkinek messzelt. Így, így van, csak ugye a dologhoz hozzátartozik, ez minden mai napi kérdés az amerikai külpolitikában, most egyébként az orosz-ukrán háborútól függetlenül. Ez rendben hogy van, a... de most a mai amerikai külpolitikában, meg szerintem az egész világ külpolitikájában a legfontosabb kérdés az orosz -ukrán háború, és lehet párhuzamokat vonni a, a vietnámi és amerikai háború. Között, ebben a pillanatban, e, még hogyha meg is találjuk a párhuzamokat és az adott esetben az ellentéteket, e, az amerikai külpolitika az orosz-ukrán háború kapcsán meglehetősen, hát még csak János Arcúnak sem mondható, egészen egyértelműen azt mondja, hogy bele kell menni, és mindenkit húz makával, aki az ő érdekeltségi körébe tartozik. Így van? Én annyival egészíteném ki, amit elkezdett itt a Gábor fejtegetni, hogy azért ne gondoljunk úgy arra, hogy 60 évvel ezelőtt, nem tudom, ilyen barátságos nemzet volt az Egyesült Államok, azért belegondolunk már Wilson kijelentette az első világháborút követően, hogy ugye demokratizálni kell a világot, és tulajdonképpen megkezdődik, ha úgy veszünk ezeket. Ha Mexikót, Kubát és a, a csendes óceáni térséget, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az igen, már és már van, a is ugye 19. Kötet, század amely végétől kifejezetten sem volt ugye Ez a címmel írodott, hogy The Dangerous Nation, ami az amerikai külpolitikát veszi végig a kezdetektől kvázi napjainkig, de amire ki akar, amiről, amit akartam mondani, hogy van egy, van egy, pont, amit itt, itt kihagytunk, még pedig Eisenhowernek, amikor ő beszél először arról, hogy van egy ipari, ipari, a komplexum, a katonai ipari, komplexum, amely igazából abban érdekelt, hogy ugye a fegyvereladások növelésével azonképpen háborút szítsanak. Ennek a az etetése folyik most is? Természetesen. Tehát én nem, az nem zárom ki, tehát sőt, semmi kétségem nincs a felül. És Kennedy ellene volt ennek a katonai ipari komplexumnak, ami mögötte ment, és azért egy ilyen erővel szembeszállni nem egyszerű feladvány és mutatvány, ez abból is fakad, hogy Kennedy maga ugye mégis a harc volt a második világháborúban, volt egyfajta, hogy is mondjam, távolságtartása a katonai vezetéstől, olyannyira, hogy amikor, amikor beiktatják és megtartja az első sajtótájékoztatóját, öt nappal a beiktatását követően, akkor hoz egy olyan rendeletet, egy belső szabályzatot, ami kimondja, hogy a fehérháznak minden egyes nyilatkozatot, sajtóközleményt, sajtóanyagot látni és jóváhagynia kell, ami külügyi, vagy pedig katonai jellegű. Tehát a, a, a Védelmi Minisztérium és a State Department semmit nem kommunikálhatott anélkül, hogy a Kennedyék ne tudtak volna róla. Pont, ez, pont az, ilyenek miatt. És nem véletlen az, hogy ugye Kubrick megcsinálja ugye a Dr. Strange Love című filmet, 63-64 környékén, amelyben ugye, amit olyanképpen valós személyekről mintázta, nem véletlenül. Tehát ott azért érződött, hogy van egy olyan, olyan nyomás katonai részről, hogy itt eszkalálni kellene a háborút hogy eszkalálni kellene a konfliktust, és ugye itt említette Gábor Vietnámot, ami megint csak Kennedy alatt kezdődött el eszkalálódni, tehát kevésbé szoktuk azért az ő nevéhez fűző, fűzni a vietnámi konfliktust, de azért... És a megoldás Nixonhoz. És a megoldás Nixonhoz, de hogy a Kennedy elnökség alatt kezdődik eszkalálódni maga a konfliktus, hiszen van pár száz ilyen hát nem is tudom, minek hívjuk ezeket field operator -öknek. és a, az elnökségének, vagy a halála környékén ez ilyen tizen, pár ezer, 10 majdnem 15 Tizekregen. ezer főről beszélünk. Tehát azért látható, hogy Kennedyék azért ott, Kennedy abban jócskán benne volt, ami egyébként annak is volt köszönhető, hogy maga a tanácsadói kör nem volt tisztában azzal, hogy mi is zajlik Vietnámban és összetett a kép nagyon, tehát erre, pont erre az Eisenhower-i katonaipari komplexumra katon kifuttatta az érvelést, ugye ez 61. januárjában hangzott el. De ha visszanézünk ugye a 60-as elnökválasztási kampányra, akkor ugye a Nixon-Kennedy vitában volt egy pont, ahol Kennedy, ha minden igaz, akkor tudva és akar, vagy egyébként ott füllentett egyet, mert ugye ő azt mondta, hogy a többek az olyan tanácsadóknak a véleményét az, mint például ugye Harry Kissinger, hogy hát az egyesül, ha, ez így folytatódnak a fejvekezési trendek, akkor az Egyesült Államok jelentősen lemarad majd a Szovjetunió mögött a, a nukleáris rakétáknak az építésében. És ugye ezt a Dixonik nem tudták cáfolni, mert ez nemzetbiztonsági kérdés, és Heisenhower gyakorlatilag ott nézte gyakorlatilag ezt a vitát, és nem tudott mit mondani. Csak azért mondom, hogy ez összetett a kép, mert ugye ebből a szempontból ilyeneket is lehet látni, ugye egy ahogy ilyen szóba jött itt a Field Operator, vagy a katonai tanácsadók esetében is, közben meg lehet látni ilyeneket is, vagy olyanokat is, amikor kifejezetten ugye egy nem Pax Amerikán, hanem más fajta multilaterális, vagy legalábbis a nemzetközi intézményeket sokkal jobban bevonó béke megállapodásokat próbált kialakítani. Ugye a legismertebb például ugye a 63 júniusában az American University mondott beszéde. És ebből idézünk is, nagyon jó, hogy említetted a Pax Americana-t, mert halála előtt nem sokkal Kennedy elnök kijelentette, nem az amerikaiak békéjét küzd, hanem azért, hogy mindenki békében élhessön. nézzünk most, hogy mi is hangzott el pontosan ebben az emlékezetes beszédben 1963. június 10-én. Hogy milyen békére gondolok? Milyen békét keresünk? Nem egy Pax Amerikánát, amelyet az amerikai hadifegyverek kényszerítenek a világra. Nem a sír békéére, a rabszolga biztonságára. A valódi békéről beszélek, arról a fajta békéről, amely a földi életet érdemesé teszi élni, amely lehetővé teszi az embereknek és a nemzeteknek, hogy gyarapodjanak, reménykedjenek és jobb életet alkossanak meg gyermekeik számára. Békét nem csupán az amerikaiaknak, hanem békét minden férfinak és nőnek. Békét nem pusztán a mi időnkben, hanem békét minden időszakban. Bár a politikától nem idegen a kettős beszéd, de azért ezt a beszédet nyugodtan értelmezhetjük egy valódi békebeszédnek. Kennedynek a, a tevékenysége azért mind a mellett, hogy valóban a, a, a vietnámi háború esetében azért a vietnámi háború kitejesedése az erősen köthető az ő tevékenységéhez, de, de a világbéke tekintetében valóban próbált egyfajta megoldást, mondhatnánk azt is, hogy megúszást a nukleáris konfliktus ellen. Na most mi az oka annak, és megint csak próbálom aktualizálni, hogy 60 évvel azután, hogy ez megtörtént, és 60 év alatt azért nagyon fejlődött a nukleáris fegyvereknek az arzenája, minősége, technológia és minden egyéb, és ismét egy nukleáris konfliktus lehetősége előtt állunk, most nem a béke a legfontosabb az amerikaiak szempontjából, hanem a héjáketetése vagy a hadipar elteltetését. Igen, Talán hát sem. ez nagyon nehéz belelátni a fejekbe. A 60 években az uralkodó doktrína az volt, az a kölcsönösen biztosított megsemmisítés doktrínája. Tehát Igen. a, a keddi adminisztráció. És ez változott mostanra? Hát az igazság az, hogy most is ott van, viszont... Az amerikai külpolitika valamilyen okból kifolyólag, ez nagyon nehéz megállapítani, hogy miért, vagy megmagyázni hogy miért. Eldöntötte, hogy az oroszokat nem csak az, hogy, hogy nem engedik győzni, hanem meg is akarják alázni. És hogyha a Mi abban a tanú, jó, att... hogy egy több ezer nukleáris robbanófejjel rendelkező. Igen, ez, hisz, ez, nem biztos, hogy ezt lehet csinálni, de, de Kennedy, Kennedy annak idején pontosan ebből indult ki, a Kennedy adminisztráció, hogy igaz, hogy, hogy Ruscsobot nyilvánosan arra kényszítették, hogy a kubai jövő hátrájön és visszavonja a fegyvereket, viszont arra is gondos hogy nagyon-nagyon alázzák meg az oroszokat. Tehát egy olyan módus, itt találtak és nyilvánosan ez volt a, a dolognak a lényege, hogy ugye akkor az első hogy nem fog erőszakot alkalmazni Kubával szembe, plusz még, ami nem volt nyilvános, hogy az, amelyeket kivonták a nükleánszövőeket Törökországból. Tehát a e, Sokáig nem tudtak a... egyébként. Igen. Tehát mindenki kapott valamit. Na most ilyen pillanatban ez nem látszik, hogy ez lenne az amerikai külpolitika, viszont hogyha egy másik embert lehetne említeni, és másik korszakot, ez a kissinger féle korszak, amikor ez a híres háromszögelés volt Kína, Oroszország, ez a Szovjetunió Egyesült Államok között, és az volt az amerikai külpolitikák az alapvetés, hogy Egyesült Államok közebb kell lenni Kínához és a Szovjetunió, mind mint a kettőnek egymáshoz. Úgy tűnik, hogy most ilyen pillanatban nem lehet megint csak tudni, hogy milyen stratégiai megfontolásból. Kicsit rátolják az oroszokat a kínaiakra, bár a kínaiaknak nem biztos, hogy ez hosszú távon meg fog felelni, se az oroszoknak. De minden esetre a jelenlegi amerikai vezetés azt hiszem, hogy abban a hibában is esett, hogy úgy gondolja, hogy a világ követni fogja. Tehát a, a hegemónia az működni fog. És a hegemonia nem működik. Tehát erre mondta valami okos ember azt, hogy a hegemonia már nem az, ami egykor volt, és egykor se az volt már. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor az első támok az érdekeit, gyakatuk gyakorlatilag a politikáját egy világ 30-40 százalékát tudja ráerőltetni. A többiek azért esetleg pontos ebből a meggondolásból kifolyólag nem nagyon akarják ezt a politikát követni, mert úgy gondolják, hogy hogyha nagyon drámaian romlik a helyzet Oroszország és az Egyesült Államok között, akkor Putyint beleszújthatják egy olyan helyzetbe, ahol egy olyan fegyverhez nyúl, amihez nem kellene. Bipoláris világ megváltozott, lett egy unipoláris világ a Szovjetunió szétesése előtt, és most azt látjuk, hogy egy multipoláris világ kezd kialakulni, amiben egyébként Oroszországnak ugyanúgy helye van, mint a BRICS egyik alapítójának. Ugyanannyira helye van. A minden történelmi párhuzam sántít egy kicsit, de azért a nagyon érdekes, hogy ma már olyan írásokat lehet olvasni, olyan elemzéseket lehet olvasni, hogy az orosz-ukrán háborúban harcoló felek, mindkettő, az oroszok is és az ukránok is első világháborús problémákkal küzdenek. És hogyha első világháborús problémákkal küzdenek, háborúk meddig lehet tartani a, a hátországban a lelket, és a többi, és a többi, akkor az első világháborúnak a tanulságét azt érdemes levonni. És éppen a, a tanulságok miatt, és egyébként a kubai rakétaválság is egy nagyon érdekes párhuzam itt, hogy Khruscsovnak vissza kellett vonulnia, de nem alázták meg, a olyan a, dolgokat írnak le ma, a, mostanában, vagy olyan a, a következtetések vannak, hogy úgy kellene, a véget vetni a, ennek a háborúnak, az orosz-ukrán háborúnak, hogy nem csak az ukránokat kell segíteni az amerikaiaknak, és nem csak az újjáépítést kell segítenie, mert azt segítenie kell, hanem olyan békére van szükség, ami nem alázza meg Oroszországot, mert azzal, hogyha Oroszországot, ahogy az első világháborúban a legyőzötteket nem csak legyőzik, de megalázzák, azzal elvetik egy következő békétlenségnek a, a magvait, és nem lesz tartós a, a béke. Lásd, Tessék? Lásd Koszovó. Igen, pontosan. Tehát, hogy azért vannak, annyiban legyünk megértőek a, talán a, az amerikai külpolitikával, hogy ők nyilván egy geopolitikai szemüvegen keresztül szemlélik a világot, amit rajtuk kívül más nem tehet meg sem katonai, sem gazdasági, sem egyéb okok miatt. Ugye ők rendelkeznek egy olyan katonai gazdasági fölénnyel, amivel más nem. Tehát nekik megvannak azok az érdekeik, amik mentén követik a külpolitika, amik mellén mentén külpolitikát csinálnak, és uh, ugye nyilván Oroszország az jelen szempontból, persze fontos az orosz-ukrán háború uh, esetében, hogy ne hagyják győzni Oroszországot, de a valódi ellenfélnek, ők már nagyon régen nem Oroszországot tekintik. A, hanem Pekinget, hanem Kínát tekintik annak. És az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit oldanak meg azzal, hogyha Oroszország ebben a háborúban nem nyer, mit oldanak meg azzal, hogyha Oroszország ebben a háborúban főleg a hadsereg kivérzik, mert hogy azért egy ilyen esetben az Egyesült Államoknak a következő években, évtizedben nincs teendője Oroszországgal, és teljes egészében ráfordulhat Kínával való mondjuk gazdasági hadviselésre. Biztos, hogy ez a megoldás nem lehet az, hogy pont ha az Oroszország ö, kivérzik, és ezért volt az ö, ö, annak idején ö, Kennedy esetében, hogy nem megalázni az oroszokat, nem megalázni Kruscsovót, megállapodni ö, vele, hogy nehogy ö, adott esetben. Ö, E, mégiscsak ki, kirobbanjon egyfajta nukleáris eszkaláció? Tehát nincs benne a pakliban? harmadik világháborúról beszélünk. Ben, benne van a pakliban, igen, ez a szunce gondolod, hogy nem szabad sa, úgy sarokba szorítani az ellenfelt, hogy nincs menekülési útvonal, mert akkor annyira elszánt lesz, hogy, hogy gyakorlatilag hogy maradjunk a példánál, hogy mondjuk taktikai nukleáris fegyvereket vetnek be mondjuk Ukrajna területén, vagy máshol az oroszok. Bielorussziában megérkeztek az első taktikai atomfegyverek. igen, illetve hát van még egy szem szempont egyébként, tehát ha félretesszük ezt, a fel az, hogy, hogy, nem szempont az amerikai uh, oldalról, hogy most uh, elkerüljék azt, hogy megalázzák az oroszokat. Ugye vannak olyan szerzők például amerikai, ha hát nem is tanácsorok körében, de de korábbi uh, döntéshozók, illetve katonai uh, felsővezetők körében, akik például olyan forgatókönyveket vizionálnak, hogyha ez így folytatódik, és főleg nem is katonai, hanem gazdasági vonalon sikerül mondjuk a szankciók révén Oroszországot uh, Hát nem csak gyakorlatilag megbüntetni, hanem tényleg el lehetetleníteni. Akkor Azáltal, az hogy ha... most nem Oroszországtól közvetlenül, hanem mondjuk Indián keresztül vásárolják az orosz olajat. Ö, ne, itt igazából itt a technoló technológiai és egyéb transzfereken adott esetben, hogy gyakorlatilag el lehetetlenítenek bizonyos szájtási látszakon keresztül bizonyos szegmenseket az orosz gazdaságban. De hogyha ez sikerül, és tegyük fel, hogy nem elmarad a nukleáris holokauszt, akkor viszont benne van a pakliban, hogy mi van akkor, és ezzel lehet közé az mert a Koszovó példája azért is érdekes, hogy van akkor, hogyha egy ilyen nagy Jugoszlávia 2.0 alakul ki, tehát hogy szétesik Oroszország, tehát gyakorlatilag a mondjuk a Tasevén Csecsenföldön vagy más területeken hát vérszemet kapnak, és ilyen szempontból egy Amerikai szempontból mondom, egy hanyatló regionális hatalom helyett kapnak egy több területen egyfajta biztonsági vákumot képező gyakorlatilag teret, amely ráadásul tel van nukleáris fegyverekkel. Tehát, hogyha félreteszem azt is, hogy kimondottan megalázás lenne az oroszok célja, benne van, a, a megalázás lenne az amerikai célja az oroszokkal szemben, akkor benne van az is a pakliban, hogy túllőnek ezen a célon, és olyan helyzetet teremtenek, amit aztán megint csak külön problémákat fog szülni, és akkor aztán végképp nem tudnak Kínával foglalkozni Washingtonban. Itt csak még egy dolgot emelnék be ide, a részben ehhez a Leg, legokosabb, meg, leg, legvölcsebb körhöz. De általában az amerikai külpolitikában, az ugye van -e egy visszatérő probléma az amerikai külpolitikában, demokrata, meg republikánus oldalon is egyébként láttunk már ilyet az elmúlt 20-30 évben, öh, sőt, hát történelmeg még régebben, hogy van -e egyfajta manikaista világkép, hogy, van, hogy a világ az jóra, meg rossz, rossz aktorokra osztható és gyakorlatilag csak ilyen végletekben tudják elképzelni magát a konfliktust, és csak teljes melbedobással tudnak egy, -egy konfliktusban részt venni. Tehát az a fajta hatalmi politizás, ami az európai, főleg nagy részéről, de egyébként kisebb országok részéről is csak más vetületben, igen komoly tapasztalat formában meg az elmúlt évszázadokban. Ez az amerikai tudatból, amerikai történelmi tapasztalatokból olyan szempontból hiányzik, hogy gyors és határozott megoldásokat keresnek, és hogyha adott esetben köztes megoldások merülnének fel, akkor Általában válaszút elé állítják a, a nemzetközi kérdélenek, nem és ezek gyakorlatilag végletek, végletes megoldásokhoz fog vezetni, és ezért, ezért fajta feszültséget generál a nemzetközi Ami most történik, az nem egy hollywoodi akciófilm, egyébként, Raymond, te vagy most benne leginkább Kennedy életrajzában és, és személyiségében. Ha egy Kennedy típusú elnöke lenne, vagy mondjuk éppen John F. Kennedy lenne? az Egyesült Államok elnök, akkor most mi történt? Történelmietlen a kérdést, tudom, de játszadozzunk el a gondolattal. Úgy itt a bejátszóva volt neki ez a, a, Washington Egyetemen elhangzott beszéd, én visszamennék egy korábbira, amit 61-ben áprilisában a Seattle Egyetemen mond el beszédet, és abban van egy érdekes kifejezés, egy érdekes rész, amiről beszél. Ott is nyilván a béke kerül szóba az Egyesült Államoknak a nemzetközi helyzete, nemzetközi szerepe. Viszont van ott egy, egy, gondolat tőle, amit nem túl gyakran idéznek tőle se a vele kapcsolatosan megjelent kötetekben, sem tanulmányokban, amikor azt mondja, hogy az Egyesült Államok sem nem minden tudó, sem nem minden ható, tulajdonképpen a, a világ népességének nagyjából 6%-át teszik ki, és a maradék 94%-ról azt tudják, hogy mit akarnak, mik a vágyaik, mit szeretnének, most sem és, hogy, és most sem tudják, de hogy mivel nem mindenhatók és nem mindentudók, ezért az nem lehet, hogy erre a 94%-ra ráerőltessék az akaratukat. Tehát az egy amerikai elnöktől nagyon régóta hallottunk uh, ilyen gondolatokat, hogy azt mondja, hogy nem akarjuk az egész világot amerikanizálni, és nem akarjuk a demokrácia exportot. Uh, mindenhova eljutatni, és a nagyszerű amerikai demokráciát megmutatni mindenhol, mert nem lehet működőképes mindenhol. Hát látjuk ezekből a, a projektjeikből. Onnantól kezdve, hogy a bipoláris világrend uh, uh, tulajdonképpen felbomlott az át, hogy a Szovjetunió megszűnt, és elérkezett nekik ez az unipoláris pillanat. Azt látjuk, hogy sorra olyan háborúkat indítottak, amik nem, hogy megkérdőjelezhetőek, de mondjuk akár 20 év távlatából, pont az iraki háború ugye 20 évvel ezelőtt robbant ki. Hát elég, elég, komoly felelősség terheli nem csak őket, de egyébként magukat, a briteket is. De látjuk, hogy Afganisztánban 20 év után úgy, vonulnak ki, hogy tulajdonképpen kis túlzás, annyit sem mondtak, hogy hello, és utánuk a rendszer abban a pillanatban összeomlott. És igen, történelmietlen a kérdés, de de azt látjuk sajnos, és itt sajnos nem lehet különbséget tenni se a demokrata, se a republikánus tábor között, tisztelet a kivételnek, de mindenki érzi a vérszagot, és mindenki elég erősen abban van benne, hogy ezt a háborút, ezt, ezt, ezt tolni kell. Nem véletlen az, hogy pár héttel ezelőtt a hogy itt már megy azért az Egyesült Államokban az előválasztás körüli ö, dömping, média nyilatkozatok, stb. Niki Héli, Donald Trump volt, korábbi ENSZ nagy nagy kijelenti a CNN-nek élő adásban, hogy ezt a háborút folytatni kell továbbra is az Egyesült Államok részéről, az orosz-ukrán háborút, vagy az, amikor... Nehezen fordul, ö, mint egy anyahajó vagy egy tanke. Értem, értem, én ezt a részét is, de hogyha meg megnézzük azért a közvéleménykutatásokba, azért nem feltétlenül tükröződik az, hogy ezt mondjuk jó néven veszik. Pont, hogyha már egy Kennedyről beszélünk, ugye Robert Kennedy, az ifjabbik, ugye elindul, az bejelentette, hogy a demokrata párt színeiben kihívja ugye Joe Biden amerikai elnököt, ami már egy szokatlan dolog, általában ezt azért tiszteletben szokták tartani. És a Kennedy azért most azt tegyük félre, hogy egy oltás ellenes. Férfiről van szó. De hogy olyan üzeneteket hordoz, olyan üzeneteket oszt meg, ami a Demokrata pártól teljesen vadidegen. Tehát azt mondja, hogy elítéli az orosz-ukrán háborút, elítéli az amerikaiaknak ezt a fajta demokrácia-exportját, a, 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 az Egyesült Államokat hibáztatja azért, hogy Putyint egy ilyen lépésre kényszerítették, hogy az ukránok ellen háborút indított. Tehát mind-mind olyan dolgokat mond, ami ma a Demokrata Táboron belül hát, furán hat. Lehet ez a, ennek következménye? És akkor utolsó három percünk a műsorból, de nyilván nem lehet kihagyni Dallas-t. Lehet ez annak a következménye, amit most ugye az jó Kennedy mond, ami egyébként a Kennedy családot tragédiák, gyilkosságok formájában folyamatosan sújtja? Kinek volt az érdeke, hogy Kennedy elnököt eltakarítsák az útból? Magányos gyilkosnak? CIA-nak. Van erre megoldás? Szerintem... és vannak. Deep összeskül... Igen, van a, van Deep state, kubaiak is szóba kerültek már, a CIA, a maffia, a katonai ipari komplexum, a magányos merénylő, a szovjetek ott voltak az egészben, tehát hogy igazából most itt nagy hirtelen hét példát föl lehetett sorolni, de talán itt az a, az, a, az a legfontosabb, hogy és ezt Tamás erről beszélt korábban is, hogy a Warren bizottságnak is az volt a célja, hogy minél hamarabb próbálják, ha lehet, megnyugtatóan lezárni az ügyet, nehogy véletlenül kiderüljön tényleg, hogy mondjuk a szovjetek keze benne volt ebbe az egészben, mert az nyilván magával hordozhatott volna egy olyan válaszcsapást, ami egy atomháborúhoz is vezethetett volna. És hogyha megnézzük a, a, a korai sajtót, ezt a kommunizmus szállat felhozzák, de korán sem ö, emlegetik olyan magasan, illetve korán sem annyira markánsan szerepeltetik a korabeli amerikai sajtóban, hogy mégiscsak egy, egy, egy hitű kommunistáról volt szó. Tehát ezt amennyire lehetett, ezt lefele, lefele játszották. De mutatja azt, hogy tulajdonképpen Dallasba azért utazik Kennedy, hogy már készüljön a kampányára, illetve az, hogy ugye a frissen benyújtott polgárjogi törvény miatt ugye ott a demokraták hát eléggé ellenálltak, és félt attól, hogy ha elveszíti ugye texas akkor az, az, akár végzetes következménnyel is járhat az ő kampányára nézve. Ráadásul meg akartott akadályozni egy demokrata párti szakadást, ami nem jött össze, a később tulajdonképpen ketté szakadtak. Jó. Egy perc, mindenkinek egy mondat. Ki meg kennedy -t igen, nyolcadikat hozzátennék ebből a szempontból, hogy Marilyn monroe valamilyen, valamilyen hozzátartozó vagy ismerős lehet. Ez a egy érdekességet tenni csak hozzá, hogy azért nem tartom valószínűleg az orosz szállat ilyen tekintetben, mert az említett, bejátszott beszéd az American University-ről, Ted Sorensen, tehát a Kennedy egy beszédírója, meg tanácsadója egyébként 2003-ban írt egy cikket arról, hogy ő tudomása szerint ez a beszéd egyébként furcsa módon egyébként orosz, orosz médiában is megjelent. Tehát általában ez az amerikai nyilatkozatokat, ezeket is szépen elvágták, de ez megjelent, tehát erre lett volna fogadókészség. Valószínű, hogy egyébként a hat vagy hét forgatókönyv közül nem, nem, nem ez volt az, ami kifejezetten releváns lenne. Ugye az anyagok része mai napig, csak mai napig titkosított. Köszönöm. Egészen addig, és itt rácsatlakoznék arra, amit a Gábor mondott, egészen addig, amíg ezek az anyagok nem kerülnek nyilvánosságra, valószínűleg utána se, de egészen addig lehetetlen megmondani, hogy a Körülbelül fél tucat lehetőség közül pontosan a emögött az esemény mögött, illetve kiállt mögötte. Professzor úr, Igen, mi, a, sok old, minde... back, old, meg, a problémát. Igen, igen megoldanám <laughs> szívesen. Sok mindenkek a lábára léptek, a maffia lábára léptek, a CIA lábára léptek a, a disznőbőlnél, hogy idézőbb ott hagyták, és nem avatkoztak bele ugye a szovjetek mindig ott vannak, Kasztró ott van, sok mindenki lehetett, vagy Vietnám, mert a katonaság úgy gondolta, hogy nagyobb erővel kellene Vietnámba jelen lenni. Keddi nagyon óvatosan, azt, hogy növelte a csapat létszámot, de nagyon óvatosan. Tehát itt legalább 5-6 olyan nagyon szereplő van, akik valamilyen módon érinthető, érintve lehettek ebben az egész ügyben. Én kizártnak tartom azt, hogy csak egy magányos gyilkos volt, mert hát annak idején fegyverszakértők megpróbáltak ez a fegyverrel, azt hiszem 7,5 másodperc alatt hármat lőni, és nem nagyon sikerült, Pont, főleg ilyen pontosan, tehát itt azért voltak mások is valóban, ahogy előbb hallottuk, ezt csak akkor tudjuk, ha ne egyáltalán megtudjuk, hogy, hogyha azt a maradék 1-2 százalék iratot felszabadítják. Ájtag azért fejezték olyan gyorsan be a Warren bizottságba a vizsgálatot, mert attól tartottak, hogy valamilyen dolog derül ki, vagy kerül nyilvánosságra, ami elkerülhetetlené teszi a harmadik, a harmadik világháborút az oroszokkal szemben, hogyha valóban ők voltak valamilyen közvetett, vagy közvetett Módon a háttérben. Hát ezt a, ezt a problémát megoldani nem tudtuk, viszont az elmúlt 60 évnek. Az érdekes párhuzamairól a jelenről arról egy egészen izgalmas beszélgetés volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on is. Az Ez itt a kérdés holnapi műsorában a pénzügyi világ ideológiai átítatottságát járjuk majd körül. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevűen is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!